Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Tárlatról, Tárlatra című műsorunkban. Ezúttal a műcsarnokba látogatunk el Klein Rudolf építészettörténész professzornak a fotókiállítására. Hallgassák meg az itt készült riportot. Tehát akkor nézzük meg a kiállítást. Az életházai, halhatatlan zsidó temető. Igen, hát az életháza, azt mondták, hogy milyen költői vagyok. Én mondom, nem én vagyok költői, hanem a zsidó hagyomány. A Beit HaChaim az egyik héber kifejezés a temetőre. Egyébként nagyon érdekes, mert az ókori egyiptomiaknál az életházát pedig a könyvtárnak nevezték. Igen. Hát ennek is van egy könyv jellege. Tehát én, amikor nagyon költői vagyok, akkor azt szoktam mondani, hogy a zsidó temetők olyan, mint egy könyv, mint az írás, ahol egymást követik a sírok, mint a jelek, és ezeken a sírokon további jelek vannak. Az egésznek van egy ilyen írás karaktere. Tehát inkább jel, mint kép. És ez aztán fokozatosan nyer képiséget. Itt a frankfurti Batonstrasse-i temetőben vagyunk, ahol kora újkori sírokat látunk, tulajdonképpen csak szöveggel, a név, a különböző jellemző megfogalmazások, és itt egy nagyon kevés vizualitás a záródása, vagy félköríves, vagy szegmensíves, vagy hármas, tehát mindenféle záródás lehetséges. Ez a német zsidó hagyomány. Itt látjuk a másik vonalat, a szefárd hagyományt. Ez Hamburg Altona zsidó temetője, amelybe temetkeztek egyrészt a portugál szefárd zsidók, másrészt van egy askenázi része, de az izgalmasabbik a szefárd, mert ez teljesen sajátos fekvő síremlékekkel, amelyek így a talajon találhatók. Tehát ez valahol 15. 6. század, 17. század. A következő temető kora 19. és 19. századi, az a Csernovici zsidó temető, Csernyivci a mai neve ukránul. A jellemzője az, hogy ez egy viszonylag konzervatív közösség volt, hát ma is tulajdonképpen az a nagyon kevés, ami megmaradt belőle, hiszen ez a monarchiának az észak-keleti csücske, ahol a Németországból induló vallási reform hatása viszonylag enyhébb volt, mint mondjuk Bécsbe vagy Budapesten, vagy akár Nyugat-Magyarországon. Így a sírok is sokkal hagyományosabbak, tehát a felirat egyáltalában a domináns helyen a héber, tehát ő Meir, ez a neve, és akkor itt van neki a polgári neve, Meyer, tehát a kettő között nagyon gyakran kommunikáció van ebben a periódusban, és Steinmetz, kőfaragó, ami mondjuk egy ilyen sírnál éppen érdekes. De ennél például a latin felirat, a latin betűs felirat egész pici. A záródásban megjelenhet egy Dávid csillag, megjelenhet egy Tóra korona, megjelenhet egy kohanita áldás, egy levita korsó. Itt, amiről beszéltem, ez egy hölgy volt. A temetőkben nagyon gyakran van férfi-női szekció, gyerekszekció, öngyilkosok része, tehát azok nehezebben fognak feltámadni, mármint az öngyilkosok. A gyerekek ilyen szegregált állapotban lesznek eltemetve, nagyon sok helyen még a 20. század elején is. Hány éves korig? Hát a felnőtt korig, ami fiúknál 13, a bar mitzvó, és a lányoknál a bat mitzvó 12. Tehát ez az a vízválasztó, amitől kezdve elméletileg ők akkor már felnőttek. Na most ez valahol a bécsi temetőben már a 19. század végén a családi síremlékben el van temetve a kicsi Hans, vagy, és ezeknek jellemzően akkor már keményen német nevei vannak, és egész picivel ír, hogy esetleg Jézszak volt a héber neve. A következő csoport a krakói Miodova utcai temető. Krakó is Galíciának része, de a krakói hitközségnek volt egy nagyon emancipált rétege, és voltak hagyományosabb sírok, amit ez a szegregáció látható. Az alaprajz is meghatározó. A zsidó temetők valamikor nagyon egyszerű alaprajzok voltak, tehát minden sír egyfelé nézett, és az utak nem voltak meghatározóak. Később a 19. század végétől elforgatják a síremlékeket úgy, hogy aki ezen az úton jár, az könnyebben olvassa. De ezzel már a feltámadás ugye elméletileg nehezebbé válik, mert hát akkor rossz irányba szállnak ki a sírból.
A másik két példa, itt egy fa nő ki a sírból. A sír és a fa kapcsolata az nagyon érdekes. Az észak-európai folklór hatására megjelenik a fa forma a sírbolton kőből. Tehát ez egy kifaragott kőből, kifaragott fa, egy fa, két fa, egy ág, egy ágas fa. Tehát ez egy nagyon érdekes vonulat. Ami... És meg van koszorúzva. Most ez az egy meg van koszorúzva. A következő csoport az Vucs, a lengyelországi Vucs, az iparváros, hát az egy abszolút kozmopolita város volt, az ipar jobbára német kézben volt, ez akkor még orosz területnek számított. A kereskedelem hát értelemszerűen inkább zsidó kezekben, de a gyáriparosok sorában körülbelül egyenlő súllyal voltak, textilipar volt a városban, egyenlő súllyal szerepeltek a zsidók és a németek, a munkások pedig a lengyelek voltak, illetve javarészt. A város nagyon izgalmas, a legiparosabb iparváros Európában, ahol a főutcán ipari épületeket találunk, és ott ez az ipari építészeti formanyelv megjelenik a temetőben is. A temető főbejárata egy ilyen ipari építészetet idéző diadalív, ami a gyárak bejárata. Ugyanakkor akkor megjelenik a keleties stílus, ugye a zsidó keleties származására utalva. Tehát ez is mutatja, hogy a zsidó hagyomány annyira rugalmas, hogy ezeket a helyi hatásokat befogadja. Sőt, támogatja, és ezzel minden zsidó temető egy kicsit sajátságos. Itt látunk a temető fala mellett, ezek tömegsírok, amelyeket megásadtak a gettó foglyaival, és akkor belelőtték őket. És ezt őrzik ezeket a rézsüket. Ez pedig a holokauszt szekció, amivel tulajdonképpen nem tudtak mit kezdeni az utókon, nem tudta, hogy mit tegyen vele. Egy kanadai ex-hucsi rendelt ilyen vasbeton kereteket, és akkor ezek ilyen jelképes sírok, ami nem ér semmit. Ez aztán kicsit otrombának tűnt, és akkor a következő fordulóban ilyen rudakra helyezték fel a megkutatott elhunytak neveit, és ez egy hatalmas. Tehát tulajdonképpen amennyi a temető, majdnem annyi ez a gettó rész, ami a II. Világháborúban elpusztított zsidók emlékét őrzi. Ahogy haladunk délfelé, ez a bécsi blokk. Bécsben több zsidó temető van, én csak a Central Friedhofban található új és régi zsidó temetővel foglalkoztam, ez a régi zsidó temető, ahonnan hiányzik a szertartási épület. Ugye az Anschluss után a nácizmus hatása nagyon erős volt, lerombolták a szertartási épületet, nagy kárt tettek a sírokba, de úgy, ahogy ez a temető azért még az eredeti állapot sejthető, itt látszik a szegregáció, tehát ez a főutca, ez a főtér, tehát a gazdagabb polgárok jellemzően Bécsben neogótikus formával, ami a keresztény stílus, tehát ez az asszimiláció ezután már csak a kikeresztelkedés jön. És aztán utána a Friedhofs Reform szellemében már ezek a kisebb síremlékek, itt komoly nevek, Arthur Schnitzler, építészek, filozófusok, tehát ez egy ilyen 10 sírhely, ahol egyrészt a híresek és másrészt a gazdagok kaptak helyet, és ezen a főutcán vannak a legfontosabb bécsi zsidó családok, amíg meg nem nyílt az első világháború utáni korig az új zsidó temető, amely szintén a Central Friedhofban van. Central Friedhof egyébként Európa egyik legnagyobb temetője, ahol párhuzamosan a kelet és a nyugati csücske zsidó, közte van egy hatalmas nagy katolikus rész, és egy ékként egy evangélikus rész. A hátuljában vannak muzulmán sírok, vannak görög-keleti sírok. Ez a felvilágosodásnak egy ilyen késői lecsapódása, hogy hát igen. Érdekes módon a megnyitásnál botrány volt, amikor megtudták, hogy egy külön zsidó temető lesz, és az lesz a legközelebbi a városhoz. Tehát neki kevesebbet kell majd kocsizni. Úgyhogy a megnyitás hajnalban történt, ahol ott volt Bécs polgármestere és a bíboros érsek, és senki más. A többieket a titkos rendőrök távol tartották, nehogy összecsapás legyen. Hát ez 1870-et írunk. Nem mondom. A gazdagok mögött viszont látszik, hogy az egy sztereotípia, hogy a zsidók gazdagok. A zsidók nagy része nem gazdag, még Amerikában sem. Tehát ez az átlag zsidó polgár, akinek egy boltja van, vagy egy rendelője van, vagy egy ügyvédi irodája van, aki szerényen megél, és annak van egy ilyen hagyományos síra, vagy egy obeliszk, vagy egy maceba, és ez alkotja a temető nagy részét. Ezzel szemben vannak a gazdagok is híresek, akik átveszik a görög-római, vagy esetleg egyiptomi formákat, az edikula, nagyobb mauzóleumok,
És ezek sorakoznak, és itt már az iránynak nincsen szerepe, tehát mint látjuk, ezek az útra vannak fordítva, hogy lehessen olvasni, hogy kik ezek a VIP-k. VIP-k. Igen, hát az eológia is változik. Tehát a 19. század második felétől a legszebbeket Prágába olvastam, ahol írja, hogy ez a férfiú milyen sikeres volt. Volt egy bankja, a városi tanács tagja volt, Ehrenbürger volt, díszpolgár volt itt, Ehrenbürger volt amott. Tehát a világi sikere úgy megjelenik, mint korábban a vallási erudíció. Tehát érdekes módon a hív megmarad, csak átértékelődik. És a tisztségek felsorolása után szerepelt olyasmi, hogy miket csinált, tehát tetteknek az említése? Nem csak, hogy szerepelt, a tettek megjelentek. Tehát egy banképület, a bécsi Staatsoper. Van egy sír, egy operaénekesnő, koratúr szoprán sírja az új zsidó temetőben, ahol a Staatsopert látjuk, előtte egy faág, és rajta egy madárka énekel, hát a koloratúr szopránnak énekel. Nem akarom a nevét mondani, mert esetleg sérti, hogy ilyen ábrázolásban jelenik meg. Ez a vége a zsidó temetőnek, amely nagyon sok kárt szenvedett, és itt próbálkoztak különböző jelképes síremlékekkel, sírkövekkel, hogy jelezzék, hogy itt volt az út. Berlin. Hát Berlin volt a zsidó emancipáció bölcsője. Itt jelent meg Moses Mendelssohn, állítólag mezitlábason a 18. században, és megkérdezte őt a vámos, a városkapunál, hogy van-e valami elvámolni valója. És akkor Mendelssohn a fejére mutatott. Gondolta, vámos, beteg ember, mehetsz tovább. És ez a Moses Mendelssohn először gazdag zsidó családoknál tanította a gyerekeket, privát tanító volt, és utána hát ő lett a zsidó reformmozgalom egyik legjelentősebb alakja, és Berlin mindenféleképpen a zsidó emancipáció bölcsője ebből kifolyólag. Na most érdekes módon ennek a Moses Mendelssohnnak az unokája, Felix Mendelssohn Bartholdy kikeresztelkedett, keresztényként született, a mamája keresztelkedett ki. Tehát ez volt az az út, ahol a zsidó hagyomány fokozatosan eltűnt, de a hív és a lelkesedés megmaradt. Én szeretném megjegyezni, hogy a kikeresztelkedés a holokauszt előtt mást jelent, mint a holokauszt után. A 19. században, a felvilágosodás hevében a kereszténység az univerzális humán vallás. Az egy univerzális vallás, ami a zsidókból nőtt ki, tehát a kikeresztelkedés nem annyira hite hagyott a város zsidó polgárság számára, mint a holokauszt után. Hiszen a holokauszt az egész emancipációt megkérdőjelezi, az egész projekt megbukik. És rájönnek a zsidók, hogy ez nem megy. Ezért ez meg kell jegyezni, hogy az a rengeteg sok kikeresztelkedés, amire most mi ferdes szemmel nézünk, történelmileg igazolható. Szentpétervár. Itt három kapu van, temető kapu. Az első a Preobrazhenská zsidó temető, hát ez ugye a feltámadás. A Preobrazhenská azért, mert hogy a temető egy komplexumnak a része, az átlényegülés a Preobrazhenje. A temető egy hatalmas komplexum, ahol volt egy keresztény rész, de azoknak nem igazán volt pénze, ezek a szegények temetkeztek itt, úgyhogy tulajdonképpen ami ma a Preobrazhenská temető, az ez a zsidó rész, aminek egy ilyen hatalmas, késő szecessziós, keleties kapuépülete, szertartási épülete van. Érdekes nagyon a szentpétervári zsidó hitközség, az egy nagyon nagy hitközség volt. Ellentétben a moszkvaival, ahonnan Moszkvából a zsidókat többször kiűzték. Ugye hát az valahogy keletebbre esik, Szentpétervár volt a liberálisabb, a nyugati, ugye a nagy birodalomnak a nyugati kapuja, úgyhogy itt van egy 150 éves zsidó jelenléti folytonosság, míg Moszkvában nincs, hogy Moszkvában nincs is ilyen jelentő zsidó temető. Ez a temető nagyon érdekes, sajátságos, tájépítészetileg is látszik, hogy hiszen orosz. Ortodox, igen. Ortodox, és kulturálisan is látszik, hogy nagyon sok kép van, tehát az ikon hagyomány, az ortodox keresztény ikon hagyomány bevonul a zsidó sírokra. Persze itt ez kiállítva nincs, mert a könyvben van 3000 kép, itt meg van 70, úgyhogy nem fér bele. Kozma utca. A Kozma utcai izraelita temető főbejárata, két nagy szertartási terem, irodák, szintén keleties stílusú, tehát ez az a közös nevező, amely a 19. század utolsó évtizedeibe összefonja a zsidó temetőket. Az, hogy a Szentpétervár az kora 20. század, de a peremvidékek és Szentpétervár mindenféleképpen a zsidó emancipáció szempontjából az, tovább űzik a keleties stílus. Mint nálunk is vidéken sokkal tovább épülnek a keleties stílusú zsinagógák, mint mondjuk a fővárosban. Távolabb vannak a központtól. Nagyon fontos az építész személyisége is, tehát a megadó Bamhon Lipót, aki ő volt a magyar zsinagóga építészet atya. Függetlenül attól, hogy voltak tőle jobbak, de ő az a gerinc, aki összefon 60 évet.
És az ő fejlődési vonala mutatja azt, hogy hogy változott a zsidóság ízlése, tudata, társadalmi pozíciója. Érdekes ez is. Bukarest. A romániai zsidók története nem egy sikertörténet. 1923-ig nincs polgárjog. Ez azt kell tudni, hogy nálunk 1840-ben volt egy törvény, 67-ben gyakorlatilag polgárjogot nyertek, 1895-ben a teljes egyenjogosítás megtörtént. Romániában 23-ban kapták a polgárjogot, és 38-ban vették el tőlük. Nem sokáig tartott. Nem sokáig tartott. Ennek ellenére Bukarestben jelentős zsidóság volt. Három nagy temető van, egy szefárd, egy askenázi és egy úgynevezett új temető, amelyik építészetileg a legkevésbé izgalmas. De ez a szefárd temető, ez különösen izgalmas. Látszik a keleti építészet hatása. Igen, a mór stílus. Az úgynevezett mór stílus, ami tulajdonképpen egy kivetítés, mert hát az iszlám kultúra nagyon ezer arcú. Tehát amit mi elképzelünk, és ami érdekes, ezek az építészek soha nem láttak mór épületeket. Tehát ezek mintalapokból dolgoztak. Hát valahol az 1800-as évek közepén egy angol úr, egy Robert Owen Jones, angol konzul volt Spanyolországban, és az Alhambrát tanulmányozta, és elment rajzolni. És ő rajzolta össze azt a mintakönyvet, The Grammar of the Ornament címmel, amely meghatározta a keleti stílust Európában. Sőt, a keleti stílusból a szecesszióba vezető utat is. Na most a legjobb vevői a zsidók voltak. Mert hogy? Eleinte a keresztény társadalom azt mondta, hogy befogadunk benneteket építészetileg, megépíthetitek a Dohány zsinagógát, semmi kifogásunk. De a Dohány zsinagóga megkülönböztethető kell, hogy legyen építészeti forma világában. Mert tömegeiben az egy katolikus templom, az egy katedrális. De akkor legalább az építészeti motívumok legyenek keletiek. És ez valahol 1880-ban változik, és akkor már a zsidók nem európa-ázsiai lakosai, hanem izraelita magyarok, és akkor a keleti stílus fokozatosan eltűnik. Hogy visszatérjen a numerus clausus után, de az már egy másik keleti stílus. Az már egy Izrael felé mutató, a Szentföldtől, akkor hogy jönnek az első telepesek, kívülnek a 19. század végén, az első orosz alia. Tehát fokozatosan ez a tudatváltás megváltoztatja a zsinagógák és a síremléket építészeti nyelvét. És itt a súlypont, a Salgótarjáni utcai zsidó temető. A második terem. Ahol én összegyűjtöttem különböző épületeket. Ez egy hatalmas nagy családi mauzóleum. A gazdag zsidók kerülték a szecessziót. Tehát a gazdag zsidók, akiknek kormány megrendelései voltak, közel álltak a tűzhöz, azoknak a rebelli stílus nem lehetett a kifejezésük. Ők mindenféleképpen görög-római klasszicista formanyelvben nyilvánultak meg. Szemben a középosztályokkal és művészekkel, akiknél a magyar szecesszió lajta Béla személyében fontos szerepet játszik, annál is inkább, mert ez a szecesszió magyar is. Tehát itt a magyarságot is ki lehet fejezni, amely egy ilyen plusz réteg a zsidó identitásra. Azt szoktam mondani, a zsidó identitásra, mint a vöröshagyma, levél, borul is, ezek úgy egymással kommunikálnak is, és megférnek jó időkben. Itt látjuk, hogy ez milyen lepusztult állapotban van. Ez egy óriási feladat. A helyreállítás elkezdődött, de túl későn és túl kevés. Tehát ide nagyon sok pénz kellene, hogy ez valóban belendüljön. Szerintem a hiba ott van, hogy nincs felekezeti tulajdonban, és így a felekezeti adakozás elmarad. Mert itt gyakorlatilag csak állami eszközök vannak, az pedig túl kevés. Jó lett volna valahogy egy olyan jogi konstrukciót létrehozni, hogy a városé is, az államé is, és a felekezeté is, és akkor ezen a címen, mint például Pozsonyba, sok pénz futott be külföldről, leszármazottak, mindenféle humanitárius zsidó szervezetek, akik ezeket a műemlékeket meg akarják tartani. Szóval ez a temető attól elesett. Kár érte, mert gyönyörű épületek. Hát abban a pillanatban úgy ítélték meg egyes körök, hogy az nem kívánatos, hogy az külső befolyás, hogy ez tulajdonképpen hiszen a nemzeti sírkertnek egy kiszakított telkéről van szó. Tehát ez egy nagyon szép gondolat, csak a gyakorlatban nem működik, mert nem tud összejönni elég pénz. Itt látjuk a temetőnek egy régebbi részét, ahol még hagyományos ilyen úgynevezett füles sírok vannak, amik a görög akrotéria, tehát a görög templom sarkán volt ilyen beforgatott formája, majdnem mindegyik látja, van egy kis fülecskéje. És ez a része még nem is szolgált temetkezés céljait, de mégis a temetőt beteltnek nyilvánították, és a Kozma utcai megnyílt 1890-es években, és akkor már itt viszonylag kevesen temetkeztek, és a Kozma utca lett a legnagyobb zsidó temetkezési hely, amely egyébként Európa legnagyobb zsidó temetője. Területét nézve is, és a temetések számát is.
Miért volt ez a váltás? Tehát valahogy ez szükséges volt, mert ez egy viszonylag kis temető. Ez egy 5,5 hektáros temető, és akkor a budapesti zsidóság 200 ezer lelket számlált. Hát az elég nagy mennyiség. Ennek nem volt perspektívája, ugye a holokausztra senki nem számított. És akkor a kiút az volt, hogy az, ami egyébként szokásos volt, hogy a városon kívül létesültek a nagy köztemetők, ahol minden felekezetnek meg volt a maga parcellája. Igen. Tehát a Kozma így jön létre, hogy az a Rákos keresztúri temetőnek a neológ zsidó része, tehát a reform zsidó része, és van egy ortodox része, a Gránatos utcai, akik ezekről nem akarnak tudni. És fordítva. Ez is egy komplikált történet. És érthető történet. Tehát az ortodoxiára nagyon gyanakú szemekkel néztek a nagypolgári zsidók, mert hát ugye ezek elmaradottak. És amikor megjelent a holokauszt és a zsidó írtás, ez a kataklizma, akkor valahogy ez a megítélés kezdett változni. Holott, ami a legizgalmasabb az egészben, hogy a legtöbb zsidó áldozat a hagyományi zsidó köreiből került ki. Tehát a lengyel zsidóság, amelyik zömmel még hagyományi volt, százalék arányban ők pusztultak a leginkább. És a német zsidóság, aki a legasszimiláltabb volt, az sokkal kevésbé. Pedig Németországból indult. Na igen, csak azok tudták, hogy mire megy a játék, azok időben olajra léptek. Tehát a 30-as években azok már látták, hogy mi van, menekítették a vagyonukat, tehát gazdag cseh zsidó családok, osztrák családok, német családok, ugye Soken család, a Mendelssohn család, tehát tudták, hogy mire megy a játék, és azok már megtették a kellő lépéseket. Tőkéjük egy részét kivitték, és amikor látták, hogy muszáj, akkor mentek. Összetört a szívük, tehát az egy német zsidó az német zsidó. Én még emlékszem rá, hogy Izraelben öreg német zsidókkal találkoztam, azok olyan németek, hogy az már fáj. Hát ez egy tudathasadásos állapot, ugye elmentek, kimentek Izraelbe, ami tulajdonképpen hát mérges kígyók, malária szúnyogok, tehát ez nem... Hát ez más világ, igen. Az egy más világ, és ott kezdték, volt ez a vicc, hogy professzor úr, legyen szíves, adjon nekem egy cserepet. Tehát, hogy kik építették azokat a házakat, értelmiségek, zsidó értelmiségek oda mentek. Azok, akik cionista érzelmek voltak, azok egyértelműen Izraelbe mentek, és megpróbáltak a semmiből létrehozni egy országot. És tulajdonképpen sikerült, hogy az aztán milyen irányba fejlődik, hát az már nem rajtuk múlik. És hát nyilván, hogy a zsidó temetőkre is, például érdekes, hogy ott a zsidó temetőknek a vizualitása rendkívül alacsony. Tehát ott már nem érdekes. A középkori zsidó temetőkben még nem érdekes, Izraelben már nem érdemes, mert az egy nemzetállam. Tehát ott a vizualitás megint csak a vallási szimbólumokkal működik, tehát ez az európai, a diaszporában, a szétszóratatásban elért zsidó sikerek bemutatása már nem téma. Ott kell sikeresnek lenni. És azt már nem kell vizuálisan demonstrálni, mert úgy is tudják. Az kortársak. Igen. A zsidó temetők általában a kortársakhoz szólnak. Tehát ezeknek a posztfestum olvasásához egyetemi fokozat kell. Azt gondolná az ember, hogy az eulógiákat, azokat későbbi nemzedékek számára is írták. Jó, akik ezzel foglalkoznak, azok belövik ezt a kontextust. De egy amerikai turista megjelenik a Wormsi középkori zsidó temetőben, hát az semmit nem ért meg ebből. Szóval nem tudja elolvasni a héber betűket, azt még elolvassa a betűket, az még jóval, az még mindig semmi. Hát a héber egy nagyon bonyolult nyelv. Tehát ez tényleg csak a szakma számára áttetsző. Tehát én úgy satszolom, hogy a diaszporában élő zsidóságnak 10%-a, ha olvas héberül, akkor optimisták vagyunk. Mondjuk azt olvas hittem, és ért, igen. Azt hittem magasabb az arány. Nem, mert nagyon nehéz a nyelv, és nem tanítják. Tehát a zsidó gyerekek valamikor zsidóiskolába jártak. Tehát az én apám 1910-12, amikor elemibe járt, zsidóiskolába jártak, ahol megtanították őket valamire. Na most, ahogy a zsidóiskolák eltűntek, különösen a diaszporában, ahol kevés zsidóság maradt, kommunista országokban, ahol a vallás nem volt ebben kóser, tehát mindenféleképpen ez az oktatás megszűnik, a héber nyelvet pedig felnőtt korban nehéz elsajátítani. Én úgy felszedtem útközben, autóbuszban, egyetemen, folyosón, felszedtem, de hát az a jótól messze van. Akkor lépjünk tovább. A pusztuló temető, ez is a Salgótarjáni utcai temető, itt van a gyerekrész. És itt ez egy nagyon-nagyon szerény holokauszt emlékmű, hiszen a nagy holokauszt emlékmű az a Kozma utcán van, és az Európa egyik legnagyobbja, ahol minden név szerepel, vagy legalábbis nagyon sok név szerepel, megfelelő építészeti formában. Hajós Alfréd volt a tervezője, a híres modernista, aki az uszodát tervezte meg egy jó pár lakóépületet a városba.
Ennek is ilyen maceva, hagyományos zsidó sírkő formája van, és itt vannak tömegsírok, ahol ilyen kis táblákon vannak a nevek, mint a Dohány zsinagóga melletti udvarban. Tehát az a vészkorszakban eltemetettek helye, akik aztán vagy kaptak rendes síremléket, vagy inkább nem kaptak. Itt látszik, hogy a természet hogy megy a maga útján, hogy megennik a fagyöngy, és az egész temetőben van egy ilyen, hogy a német kollégák mondták, Angkor Wat hangulat, mikor az első német főépítészt ide állóztam, azt mondta, hogy jé, man lebt, ez volt az első, hogy hívják, le volt nyűgözve ettől az élettől, ugye? Megint visszatérünk a BHH-hoz. A természetnek az élete. Igen, hogy a természet megtette a magáit, és ebben a természetben, de az érdekes az, hogy a zsidó temető nem szereti a természetet. Tehát nem szabad fát ültetni, mert hogy az megbontja a csontokat, mert hogy annak a termése nem lesz kóser. Mert ugye az eltemetett, az beteg volt, öreg volt, az nem kóser. Tehát abból kinő egy fa, annak a termése nem kóser. Tehát hagyományos zsidó temetőkben nincs fa. Na most, amikor megtörténik a zsidó reform, akkor átveszik a Waldfriedhofot, tehát ezeket a erdőtemetőt, parktemetőt, Parkfriedhofot, ez a német kultúrának a begyűrűzése a magyar temetők világa. Ez a 60-i Dajcs családnak a sírboltja, és hát egy ilyen család megint csak nem épített szecessziót. Itt ez egy görög templom. Hát ők a nyugatot támogatják, tehát nagyon fontos társaság, és az elhelyezés is lényeges, nem csak, hogy a fal mentén vannak a nagy sírok, hát ugye ott van hely, és mindegy, hogy mi van a hátulján, mert nem látják, hanem ez az utca végén van, tehát több tehát szembe megyünk tehát vele. Szembe megyünk, ez egy ilyen viaszakra-szerű út, amiben neki megyünk a 60-i Dajcs család sírján. Itt vannak a legizgalmasabbak ezen a falon, a szecesszió. Illetve előmodern, Lajta Béla nehezen skatujázható be, mert minden 4-5 évben változott a forma világa. Valóban a magyar szecesszióban indul Lechner tanítvány, de fokozatosan halad a Winner-Werkstätte felé, tehát a bécsi műhelyek József Hoffmann építészete felé. Ugyanakkor nagyon vonzza őt az ősi Elő-Ázsia szimbolikája nehéz kövei, például a sváb sírboltán megjelenik ez a nehéz svéd gránit, a kapu jelképe az ebből a világból a másik világba. Így mint a zsidó síroknál a felvilágosodás után nagyon gyakran jelenik meg a kapu, a drapéria. A drapéria hagyományos síroknál is, amely elválasztja a két világot, vagy esetleg magyarázzák úgy is, hogy ez a parohet, a tóraszekrényt fedő textilnek a... Ez is egy kapumotívum, itt két oroszlán, judei oroszlán van, ez a Gutmann sír. Ez pedig a Brody családi sír volt, ami egy építészeti enciklopédia. Tehát alapvetően ez egy görög körtemplom. Tehát megvannak az oszlopok, de az oszlopok nem görög oszlopok, hanem ezek középkori kockafejezetek, amelyeken megjelenik a német fachwerk épületek fafaragása, a nap és a Dávid csillag. Tehát rajta a szintetikus egyéniség, aki különböző hagyományokat szintetizál, és formailag ez annyira összeforrott, hogy ez fel sem tűnik, csak a szakember látja, hogy mi minden van. Tehát itt látja a Dávid csillagot, és a Dávid csillag pásztorfaragás. Tehát a magyar hagyomány is megjelenik mindebben, és a kocka fejezet, ami a románkori, tehát a keresztény építészet hagyománya, a görög építészet hagyománya. Itt egy jelképes szarkofág, nem itt vannak eltemetve, hanem a földben. Egyik tanítványom írt róla egy TDK dolgozatot, és leengedett egy fényképezőgépet. Először kérdezte, tanár úr, ez most megengedhető lesz, hogy én leengedek egy fényképezőgépet? Mondom, én erről nem tudok, de a képeknek örülni fogok. És a madzagon lement a kis fényképezőgép, és akkor látták, elcsodálkoztak, hogy ezek fémkoporsóban vannak. Ugye, tehát ez is szabálytalan, mert a zsidó vallás szerint fakoporsót, fémkoporsót lehegeztik. Hát hogy mi lesz a feltámadáskor, nem tudnak kijönni. Tehát ezek ilyen nagyon egyszerű koporsók, mert apának a rettenetes probléma volt, hogy hogy szerzek neki koporsót. Ugye Szabadkán halt meg, 100 zsidó volt, hát senki nem gyártott olyan nyers fából koporsót, rögtön a halál után fél óra irány Belgrád, szereztem egy megfelelő koporsót. Na most itt ezek már a helyi előadásnak megfelelően zárt koporsóba temetkeztek. Tehát ez is mutatja, hogy a hagyományról lemondtak azért, hogy megfeleljenek. Tehát volt egy nagyon komoly megfelelési kényszer. Zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Vatarlilo okru adoinoi libeloiro
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat, a műcsarnokban járunk, az életházai, halhatatlan zsidó temetők, fotókiállításon járunk, Klein Rudolf professzorral beszélgetek, aki a fényképeknek az alkotója. Most a harmadik teremben járunk, amely tulajdonképpen a kiállítás létrejöttét is elmeséli. Hát a gyökerek visszanyúlnak egészen a 2000-es évig, amikor először ellátogattam a Salgótarján utcai zsidó temetőbe, és láttam, hogy milyen értékek vannak ott, és hogy valamit kell tenni. Elkezdtem kutatni, megjelentem vele egy pár konferencián, és rájöttem, hogy vannak hasonló, nagyon értékes zsidó temetők, amelyek benevezhetőek lennének az UNESCO világörökségre, ha összefognak. És ez az összefogás néhány évig eltartott. Két partnert tudunk, az egyik a berlini Weissensee zsidó temető, és a Vucsi Bratska utcai zsidó temető, és hát ennek kellett egy tudományos alapot adni, és az úgy jött létre, hogy hát én körülutaztam Európa 30 legnagyobb zsidó temetőjét, gyűjtöttem anyagot, és csináltam egy tanulmányt az UNESCO világörökségi bizottsága számára, hogy el tudják dönteni, hogy miért pont ez a három. Tehát mi éreztük intuitíve, hogy ez a három a legmarkánsabb, esetleg még kettőt, hármat lehet hozzávenni, maximum öt egy sorozatos benevezésbe, amit még az UNESCO tolerál. És hát ebből aztán először lett egy 150 oldalas tanulmány, ezt prezentáltam Berlinben valahol olyan 2010 körül, és akkor hát megtetszett a kollégáknak az anyag, és azt mondták, hogy hát ez beleférne az ICOMOS könyv sorozatába, hát csinálják én ebből egy könyvet. Akkor jött még egy sor utazás, most már nem csak azt fényképeztem, ami kellett a tanulmányhoz, hanem hogy egy átfogó kép legyen, és így jött létre ez a 600 oldalas könyv, amelynek van egy elméleti része, a zsidó temetők rövid története, jelentősége, elemei, a vallási vonatkozású kérdések, és 22 esettanulmány a legesélyesebb temetőről. Egy pillanatra álljunk meg a zsidó temetők jellegzetességeinél. Mik azok az elemek, amik feltétlenül egy hagyományos zsidó temetőhöz hozzátartoznak? Hát a zsidó temető egyfajta ideglenes tartózkodási hely a feltámadásig. De olyan ideglenes tartózkodási hely, ami sokkal állandóbb, mint mondjuk a keresztény vagy a muzulmán temetők, jelesül a legrégebbi európai, közép-európai temetők éppen a zsidó temetők, mert azokat nem szabad bántani. Tehát azokat nem szabad elmozdítani a halottakat, meg kell tartani a csontvázuk épségét, hogyha eljön a feltámadás pillanata, akkor elinduljanak Jeruzsálem irányába. Na most ez a Jeruzsálem irány, ez borzasztóan fontos, hát a templomokat is keletelik, ugye Jeruzsálem miatt, a mecseteket Mekka felé fordítják. A zsinagógákat szintén keletelik, mert a temetők egy része is keletel, illetve délfelé néz. Tehát mindenféleképpen azok az irányok, és azokon az irányokon van a főkapu. Tehát lehet egy mellékes kapu, ahol jár a kertész, de a főbejárat ott fognak majd kilépni és menni Jeruzsálem felé. Ezen felül még kell, hogy legyen egy szertartási épület,
ahol a halottat megmosdatják, mielőtt halotti ruhába öltöztetik, és utóbb jelentkezik a szertartási épületnek egy terme, egy ünnepélyesebb építészeti megfogalmazás, ami valahol a zsidó emancipáció kezdetén történik. Tehát itt van egy nagy vízválasztó, hogy akkor az egésznek lesz egy ilyen építészeti kerete. Addig a zsidó sírok a középkorban minimálisak, majdnem semmi képi ábrázolás nincs rajtuk, csak a betűk. Tehát a zsidó kultúra egy textuális kultúra, aminél ez a normális, akkor ott van még a képtilalom, amely nem igazán képtilalom, hanem inkább a vonakodás a képi ábrázolástól, mert ugye az magában rejti a bálványimádat veszélyét. De nem az, nem feltétlenül az. Tehát ez nem egy olyan radikális, mint a muzulmán kultúrában. Akkor térjünk vissza a fővonalhoz. Igen. Ez a kiállítás ebből a 22 temetős anyagból tartalmaz képeket. Az első terem egy általános áttekintés, egy pici a középkor, koraújkor, barokk, klasszicizmus 19. század, amely a tulajdonképpen egy téma, hiszen a témát úgy fogalmaztam meg, hogy a nagyvárosi zsidó temetők. Ezt eredetileg úgy mondtuk, hogy Großstadt Friedhof, amikor a berlini kiadóval tárgyaltuk, tehát Metropolitan Jewish Cemeteries, ez a könyv címe. Könyv angolul jelent meg, mert a német piac kicsi. Ilyen könyve csak angolul lett megjelentett. Ez az első terem, tehát itt az elsődleges szempont nem didaktikus. Tehát nem arról van szó, hogy a nézőt megtanítsuk. Ez egy képzőművészeti indítatású intézmény, ahol az információ az egy másodlagos dolog, ami főképp ebben a teremben van. Tehát ez a harmadik terem, ahol ezen a képernyőn két filmből vannak részletek. Az egyik filmet az Arte forgattam vele tavaly, a Dohány zsinagógáról és annak a társadalmi összefüggéseiről, a másikat pedig a Duna TV. Na most ebből a kettőből vágták ezt itt össze, ez az Arteból van ebben összevágva. Ugyanakkor a másik didaktikus elem egy zsidó temető történet, amely felvázolja az európai zsidó temetők történetét és azokat a külső hatásokat, belső hagyományokat és külső hatásokat, amelyek meghatározták a temető arculatát, tehát a temető egészének a képét, illetőleg az egyes írboltokat. Itt nagyon szépen elrendezve, csoportosítva vannak ezek a képek. Igen. Tehát a bejövő input, ami a zsidó hagyományot, nagyjából két hagyomány van, a német zsidó hagyomány és a mediterráni, tehát a szefárd, a spanyol, kvázi spanyol zsidó hagyomány, ami hát nem spanyol, ezek 492-ben kiűzték őket onnan, de ők konzerválták a ladino nyelvet, ami a spanyolnak egy ilyen héberesített változata, ahogy a német zsidó konzerválták a jidis nyelvet, amely szintén a németnek egy zsidósított verziója, a szláv szavakkal, eredeti zsidó kifejezésekkel. Tehát ez az input. És ez egy elég tiszta, mondhatni befelé forduló temetőművészet, amely csak az emancipációval nyílik meg. Ahogy a zsidó közösségek megnyílnak, ahogy a zsidók szerepet vállalnak a liberális kapitalizmus során, úgy a temetőművészetük is átveszi a környező népek, nemzetek építészeti formáit. A legelső hatás csomag a klasszicizmus. Tehát az körülbelül egybeesik a zsidó emancipációval, valahol a reformkor Magyarországon, akkor megjelenik az obeliszk, a görög templom, az egyiptomi piramis, az egyiptomi templom, illetőleg ezzel párhuzamosan fut a neogótika, a romantikus hagyomány, amely aztán a századforduló létrehoz ezeket a hatalmas nagy síremlékeket, amely a zsidó sírművészetnek egy forduló pontja, ezután ismét csökken a zsidó sírok mérete. Ezt megfogalmazzák, hogy szerénynek kell lenni, hiszen a késő 19. században, ahogy a lakosság szegregálódik, a keresztény lakosság, úgy a zsidó lakosság is szegregálódik, és létrejön egy nagyon gazdag réteg, akik hatalmas síremlékeket emelnek, és ez szembe megy a zsidó hagyományokkal. Tehát a zsidó hagyományok az egyenlők, egy közösség egyenlő tagjai állnak az Úr előtt. Tehát ez a zsidó temető. Na most ezt megpróbálják, ezt az állapotot visszaállítani. Magyarországon ennek egyik élharcosa Lajta Béla, a neves építész, aki a német Friedhof reform gondolatait megpróbálja átültetni Magyarországra, megpróbál árkád sírokat létrehozni, nem megy. A gazdagok nem akarnak bevonulni az árkádba, ők mindenki külön, egyik magasabb, mint a másik. Na most az első világháború viszont egy olyan vízválasztó, amely rákényszeríti a gazdagokat is, és létrejön egy ilyen bizonyos múlt felé fordulás, a múlt átértelmezése, az emancipáció előtti hagyományos zsidó közösség újraértékelése.
Mert a 19. század zsidóság úgy tekintett az emancipáció előtti korokra, hogy az valami babonás, tehát ez egy olyan megítélés, mint a reneszánsz után a középkornak egy ilyen negatív megítélése. Ennek ez a zsidó megfelelője. Aztán a keresztényeknél is fordult a helyzet, a 19. században jön egy középkor kultusz, és megpróbálják azokat érzőjelben jó elemeket átemelni a középkorból a jelenkorba. Egy pillanatra térjön ki, mit értünk ezzel a német Friedhof reform alatt? Mi volt az, ami miatt változtatni akartak, és mit akartak elérni? Érdekes módon a Friedhof reform mögött többen álltak, többek között a kézművesek, akik látták, hogy ezekkel a hatalmas nagy síremlékekkel kicsúszik a kezükből a szakma. Tehát, hogy itt neves építészek, iparilag gyártott elemek, tehát tulajdonképpen itt egy egzisztenciális harcról is szó van, de a zsidó múlt újrafelfedezése valahol a 19. század legvégén és a 20. század elején nagyon fontos elem. Tehát akkor jelennek meg a zsidó múzeumok, tehát a zsidó hagyomány is emancipálódik. Nem csak a zsidó polgárok emancipálódnak, hanem a hagyomány is. Ez egy második hullám, ami hát a szelleme kicsit kullog a gazdaság mögött, de mindenféleképpen ez egy jelentős dolog. Tehát ez a Friedhof reform, de ez nem zsidó iniciatíva. Ez egyértelműen protestáns iniciatíva, ami egybevág azzal, hogy a sírok legyenek szerények. Tehát itt valahogy a protestáns hagyomány erőre kap, megnyilatkozik, és ez a berlini zsidó temetőben hangsúlyozottan látszik, hogy valahol 1910 és 20 között a régi rabbi sírokat idéző formák jelennek meg, a régi középkori sírok, az úgynevezett maceba forma jelenik meg. Ez egy hagyomány. Ez a hagyomány aztán a II. Világháború után folytatódik. A késő modern építészetben megjelennek a késő modern világi építészet elemei a zsidó sírokon, tehát ez a kubusokból építkező aszimmetrikus kompozíciók, változnak a feliratok, változik a feliratok tartalma. Hogyha áttekintünk a feliratokon, ugye feliratokból indultak ki, aztán lettek a monumentális épületek, aztán visszatértek a feliratos sírokhoz. Igen. A középkorban mit írtak föl, és mire tértek vissza? Tulajdonképpen egy rövid időre eltűnt az eulógia, tehát a méltatás tűnt el. A név, a szülő neve, rendszerint a papa neve, tehát a zsidóknak az emancipációig nem volt családneve az askenázi térségben. Ami azt jelentette, hogy patronimikum volt, tehát a papa, Jován Jovánovics, Jován Jovánnak a fia, ugye? Tehát ez a hagyomány volt, tehát apám az Haim ben Mause, a vallásos nevén, Haim az ő neve, Tibora a polgári neve, a nagypapa Mause a héber neve, és Mátyás a polgári neve, és ez a hagyomány, ez a sírokon még számon követhető. Tehát ki van írva a sírra, ki van írva, hogy dr. Klein Tibor ügyvéd, ezt én vésettem, én terveztem meg apám sírját a szabadkai izraelita temetőbe, és akkor alatta írja, hogy Haim ben Mause héberül. Meddig mentek vissza? Hány generációig? Egy. Na most ugye hát sok ilyen van, akkor megjelenik a leírásban, hogy kicsoda volt ez a valaki. Itt látunk Pozsonyba valakit, akinek az apja a hitközségi írnok volt. Tehát az, akinek valami funkciója volt, az többet nyomott a NAD-ba. Tehát akkor még nem a gazdagságról volt szó, hanem mindig volt egy prominencia. Ugye a történelmileg a prominencia a szentírás ismeretében, a bölcsességben, az adakozó készségben, szolidaritásban nyilvánul meg, amit aztán felvált a gazdasági prominencia, és aztán ez finoman lecseng. Akkor, tehát gyakorlatilag visszatértek ahhoz a formához, ami a középkorban volt, az eulógia az eltűnt. Az végképp eltűnt. Nagyon érdekesen változtak az eulógiák. Eleinte arról volt szó, hogy ez milyen hűséges volt a feleségéhez, a feleség milyen családbarát volt, megjelentek a szimbólumok, a gyertyatart a nők részére, akik meggyújtják a sabeszi gyertyatartot, a férfiaknál a könyv, akik olvassák és tanulmányozzák a könyvet. Na most mindez az asszimiláció során eltűnik. De ami nagyon érdekes, hogy ez nem egy uniform jelenség, ez közösségtől közösségig változik. Tehát a zsidó közösségnek nincs Vatikánja. Minden közösség gyakorlatilag autokefális, ahogy ezt a pravoszlávok mondják, tehát a saját magának a feje. Tehát még egy országos ernyőszervezet léte ellenére is a közösségek saját maguk döntenek a ritusról, a rabiról, a szokásaikról. Tehát azért ez temetőről temetőre változik. Akkor térjünk egy kicsit a magyar temetőkre. Igen. A magyar temetőknek van-e olyan, ami közös a magyar területen, vagy pedig itt is különböző, egymástól eltér jellegű temetők voltak? Hát ugye Magyarország nagy volt valamikor. Nyilván, hogy a bevándorlási útvonalak meghatározóak.
Tehát a zsidó bevándorlásnak több útja volt, Alsó-Ausztria, Morvaország, Galícia, és ezek az utak mentén alakultak a zsidó hitközségek is, akik észak-keletebbre vannak, azok az ortodoxabbak, azok jobban konzerválták a galíciai hagyományokat, és ahogy megyünk lefelé, úgy inkább megjelenik a sonka, megjelenik a szalonna. Az én nagypapám, hát a nagymama az Morvaországból jött a család, és teljesen kóser volt a háztartás. A nagypapa viszont egy fahusi származású ügyvéd volt, akinek meg kellett enni a disznót, amikor volt a disznóvágása az ügyfeleinek, akkor azok hozták a szalonnát, sonkát, és akkor ebből neki muszáj volt enni, mert ha nem eszik, akkor elveszti az arcát. És akkor ezt úgy oldotta meg a nagypapa, hogy volt egy bicska a zsebébe, és újságpapíron falatozott a parasztjaival. Mert ugye a rendes evőeszközzel, tányérral ezt nem lehetett csinálni, mert az kóser volt. Érdekes megoldások. Igen, de ez egy flexibilis. A zsidó kultúra egy nagyon rugalmas kultúra, és ennek köszönheti ezt a 4-5 ezer éves túlélését. És emellett tudja megtartani az identitását. Tehát az, aki nagyon merev, az belebukik. És ezek a finom engedékenység, de azért a spanyol zsidók, akik látszólag, a maránok látszólag, ők keresztények kívánnak, az inkvizíció előtt minden nagyon rendben van, és ugyanakkor ők otthon még mindig zsidók maradnak, és amikor elhagyják, elzavarják őket, utána is a diaszporájukba visszaszerzik a zsidó identitásukat, ott a hamburgi temető, ahol ők visszapergetik a családfát még a kivizetés előtti időkben. Akkor nagyon követték a hagyományukat, és ez az ismeretanyag, ez a szóban őrződött és meg, írásban. Orális, vagy ez a legíróbb kultúra, tehát azért is maradt meg, és azért nincs rendes építészete, azért mondom, hogy rendes, mert építészete van, de a földrajzi kötöttségektől bizonyos mértékig mentes, hiszen vannak zsidók Perzsiában, van, még ma is vannak Perzsiában, van, Iszfahánban 1500 zsidó van. Tehát azért az egy Szeged, vagy egy Debrecen, azért az egy jelentés közösség. Tehát a szöveg az, ami köti a zsidókat. Tehát az írás, a nagy ível írt írás, az, ami ennek a kultúrának a gerince. És abból egy értékrend, abból egy attitűd. Tehát ez egy csomag, amely kívülről változik, időről időre képlékenyebbé válik, de a magja végig ugyanaz. Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Először egy szokatlan helyszínre hívom önöket, legalábbis kiállítás szempontjából, ugyanis Budapesten a József Attila Színház az, amit kiszemeltem, Olga Ló kiállítását. Ez a kiállítás olyan festményeket mutat be, amelyek fénykép jellegűek, mégpedig természetet, a madarakat, virágokat, állatokat és más dolgokat mutat be, határozatlan formákkal, színekkel és konstrukciókkal, sztereoszkopikus 3D látvánnyal, mert hogy anaglif képeket fest a művésznő, aki egyébként orosz származású és akvarelművész, és az ő esetében szokatlan módon nem a vöröset és a ciánkéket javasolja az anaglif képeknek a nézésére, hanem a zöld bíbort és a borostyán kéket. Ha valaki olyan szemüveggel nézi, aminek az egyik fele zöld, másik borostyán, vagy egyik fele bíbor, másik pedig kék, akkor 3D-s képet lát egy egészen szokatlan megjelenítési formában. Festménykiállítást lehet megtekinteni Keszthelyen a Balatoni Múzeumban is,
mégpedig Csiszár Elek festőművésznek az életmű kiállítását, akit szoktak a balatoni festőnek is nevezni, olyan értelemben, hogy a Balatont, mint helyszínt nagyon szívesen alkalmazza, Keszthelyen született, sokáig itt is élt, és utána sem távozott messzire, Siófokon folytatta életútját. Ma is ott él és alkot. És, mint említettem, helyszínnek a tavat és annak a környezetét, az ottani tájat választja ki, illetőleg az ottani embereket jeleníti meg. Ha már a Balatoni Múzeumban jár valaki, akkor viszont ne feledkezzen el arról, hogy Amiről a kövek mesélnek címen a tavalyi év végén, december 1-én egy új állandó kiállítás nyílt, a Balatoni Múzeum római és középkori kőtára jelenik itt meg, és vált látogathatóvá. Nem csak a kövek, hanem más anyagok is nagyon fontosak és érdekesek régészeti szempontból, meg művészeti szempontból is. Budapesten a komplexben, a Király utcában az Inkák aranya, 1000 év rejtélye címen látható egy kiállítás, ahol dél-amerikai inka kincseket mutatnak be, és nem csak magukat a kincseket mutatják be, hanem azt is, hogy hogyan vette el az egész világ eszét az aranynak a csillogása. Hogy ezt minél jobban érzékeltessék, mármint az inka kincseket, illetőleg az aranynak a hatását, interaktivitás, virtuális valóság, VR sarok, kincskereső kalandor programok színesítik a kiállítást. Budapesten az OTP Bank pénzügytörténeti gyűjteményében egy másfajta történeti kiállítás tekinthető meg, 70 éves az OTP Bank. Ez a kiállítás címe, mivel 1949. március 1-én az akkori miniszter tanács rendelte el az Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalat létrehozását. Ez a vállalat 70 évvel ezelőtt jött tehát létre, illetőleg ebből alakult az OTP Bank. A történetüket mutatják be üzletági reklámkiadványokkal, kisebb-nagyobb plakátokkal, ismertetőkkel, reklámtárgyakkal, értékpapír kibocsátásnak a különböző emlékeivel, de irodafelszerelési és használati tárgyakat is lehet látni, mint például mechanikus számoló és írógépeket, ugyanakkor az elektronika világába is be lehet tekinteni. Történeti szempontból érdekes, hogy megszűnt üzletágakat, pénzintézeti konstrukcióknak az emlékeit is lehet látni, illetőleg a bank expanziós törekvéseinek az eredményeit is bemutatják. És mivel történelmi elődjüknek Fáy Andrást és munkásságát tekintik, ezért egy önálló vitrínben róla emlékeznek meg, a személyével összefüggő egykori és legújabb emlékeket mutatják be. Ismét csak másfajta történeti kiállítást látható Egerben, a Dobó István Vármúzeumban, Fegyvermustra, ez a kiállítás címe, tavaly nyílt és állandó kiállítás. A pétervári gyűjtemény magyar, oszmán és perzsa fegyvereit mutatja be, illetőleg a Dobó István Vármúzeumnak a saját gyűjteményi anyagát. A Magyar Nemzeti Bank az értéktárprogramnak a keretében vásárolta meg ezt a gyűjteményt. Az értéktárprogramban ugyanis a külföldre szakadt, vagy külföldi tulajdonba került tárgyak visszavásárlását tekinti fő célkitűzésének a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a Magyarországon szétszóródott gyűjteményeknek az összegyűjtését és egybentartását. Így vásárolták meg ezt a gyűjteményt is, így vásárolták vissza, amely csaknem 300 darabból áll, és Európától Afrikán át Ázsiáig a legkülönbözőbb fegyvereket mutatja be, egészen a középkortól az első világháborúig. Emellett a harcászat átalakulásának a lépéseit is nyomon lehet követni a kiállításon, valamint a lőpor forradalmi hatását. A jobb megértést interaktív felületekkel, filmekkel, fotókkal, tapintható tárgyakkal és játékokkal segítik elő. Ha Egerben jár valaki, akkor az egri érseki palota turisztikai látogatóközpontba is érdemes ellátogatni, hiszen csodálatos ötvös művészeti kiállítás nyílt nemrégiben, március 15-én, és itt természetszerűleg egyház megyei kincseket mutatnak be, fantasztikus barokk kompozíciókat, illetőleg főképp a 18. és 19. század legkülönbözőbb egyházi remekeit lehet látni, ugyanakkor miseruhák és más felszerelési kellékek is megjelennek a kiállításon. Szintén Egerben, a Kepes György Művészeti Központban
emlékkapszula kiállítással egy olyan kiállítást lehet megtekinteni, ahol festőművész és szobrászművész közös alkotásai jelennek meg, hiszen Góra Orsolya festőművész és Somogyi Emese szobrászművész életútja is nagyon sokszor összekapcsolódott, és itt a kiállításon azokat a dolgokat mutatják be, amik az elmúlt időszak nagyrészt közösen megélt emlékeit tárják föl. Életút kiállítást mutat be viszont Budapesten a Molnár C. Pál Műterem Múzeum, MCP 125, ez a kiállítás címe, 125, hiszen 125 évvel ezelőtt született Molnár C. Pál, az ő tiszteletére nyílik egy különleges kiállítás, páratlanul gazdag, sokoldalú művészetéből olyan képeket emelnek ki, amiket eddig nem nagyon volt lehetősége a közönségnek megtekinteni. Végül Kecskeméten a Népi Iparművészeti Múzeumban szintén egy ritka kiállításnak a tanúi lehetnek az ide látogatók, Tavasz üdvözlet, ez a kiállítás címe, és gyermekkimonókat mutatnak be Nakano Kazuko gyűjteményéből. Az ő gyűjteményében mintegy 1000 ruhadarab van, ebből 130 kimonót hoztak el Európába, és ezekből készült az a válogatás, amit Kecskeméten bemutatnak. Nakano Kazuko mintegy 30 év alatt gyűjtötte ezeket a ruhadarabokat össze, különböző korokból vásárolt, tehát Edo-kori 1603-tól 1868 és mai kimonók egyaránt megtalálhatók itt. A kiállítás megnyitása nem véletlenül került erre az időpontra, mármint március 23-ra, ez ugyanis Japán legszebb tavaszi ünnepének, a szakura idejének az időpontja, amely a japán cseresznye virágzását jelenti, és ha már japán cseresznyefákról szó van, akkor ha valakit érdekel a természet, akkor érdemes ellátogatni a II. Rákóczi Ferenc általános iskola előtti térre, ahol japán cseresznye park van, és ezt a parkot Kecskemét japán testvérvárosáról Aomorinak nevezték el. Most készülnek egy olyan kiegészítéssel, amely a vakok és gyengénlátók számára is pihenőhelyé, közlekedőhelyé teszi. Hogyha már a japán cseresznyét annyit emlegettük, akkor ennek a jelképes tartalmát is érdemes megemlíteni, a mulandóság, a halandóság, és éppen ezért ezzel együtt a halhatatlanság, a körforgás, az újjászületésnek az érzését is adják ezek a cseresznyefák. Végül előzetesként a debreceni modemre szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Mánia, Csendes stratégiák címmel április 6-án nyílik egy kiállítás, egy olyan kiállítás, ahol a mániát tudatos állásfoglalásként, alkotói stratégiaként tekintik, mégpedig olyannak, amelyik lehetővé teszi az elmélyült, kritikus, befelé forduló és figyelő létezéssel történő tevékenységet, alkotást, vagyis hogy megengedi a reflektálást, a lecsendesedést és a befogadást. Ez a kiállítás nem csak kiállítás, Benczúr Emese, Imre Marian, Szí Kamilla, Szira Henrietta és Tar Hajnalka műveiből, hanem egyúttal egy közösségi projekt is, amelynek a felhívását a múzeum a kiállítással egy időben tette közzé, és 2020-ban a felhívás eredményeit is szeretné majd bemutatni. Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.